Szó esett a nemzet költőinek hagyományairól a szerb irodalmi kultúrában, valamint ismerettségéről a szerb közösség köreiben, emellett szerb fordítóiról is. Petőfi Sándor első műve 1842-ben jelent meg, műveinek szerb fordítási kultúrája pedig már 1855-ben elkezdődött, ráadásul Jovan Jovanović Zmaj nevéhez fűződik. Én legfőképpen az első világháború előtti szövegekkel, recepciós szövegekkel foglalkoztam. Nincs belőlük sok, de van közöttük nagyon alapos is. Az első ilyen szöveg a János Vitéz. Petőfi Sándor mágiája az egyszerű fogalmazásában rejlett. Egyszerűsége nehezen imitálható, emellett nehezen lehetett új hangot találni ebben a népies vonalban, ezért fordítása sem könnyű feladat, mondta Márko Csúdics, egyetemi tanár. Hogyha ebből indulunk ki, hogyha őt nehéz imitálni, nehéz utánozni, és ha abból indulunk ki, hogy a fordítás is egyfajta utánzat, akkor szerintem a válasz elég egyértelmű, hogy nehéz fordítani is, mert akkor is általában rossz utánzatot kapunk. Azért sikerült, egy pár nagy szerb költőnek sikerült, még akkor is, hogyha talán tehetségben nem vehetik fel a verseny Petőfivel, de azért sikerült. A rendezvényt közösen szervezte a VM4K, a Matica Srpska, valamint a Budapesti Szerb Intézet. A beszélgetés kezdetén beszédet mondott Fremond Árpád, az MNT elnöke, Péra Lásztics, a Budapesti Szerb Intézet igazgatója, valamint a Matica Srpska elnöke, Dragan Stanić.